Sziasztok! A mai videóban a Galaxis Őrzői 3-ról fogunk beszélni, ugyanis nem igazán beszéltem róla mostan A hangya premier árnyékában megjelent a második előzetes, én viszont kivételesen nem foglalkoztam ezzel, és előzetes nem készítettem, ha valakit érdekel, Dávid csinált róla, nézzétek meg. Most viszont egy kisebb teóriás, elmerülős videót hoztam el, méghozzá azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy ki fog meghalni az őrzők közül. Ez a kérdés picivel összetettem, mint hinnék, ugyanis sokan talán tudják, hogy ez a film egy lezáró film lesz, egy trilógia záró darabja. Így azonnal rá lehetne vágni, hogy mindenki meghal. Azért ez nem teljesen igaz. A csapatra szükség lesz még egy ideig ebben a formában, így nem hagyhatunk el olyan sok személyt. Én viszont három karakter lehetséges távozását hoztam el nektek. Az első Endrex Dave Batuista már bejelentette, hogy ő bizony ezután a film után elköszön a Marveltől. Logikus lezárást az adna neki, hogyha meghalna, akármilyen morbidnak hallatszik ez, igaz lehet, picit ez elhamarkodott. A karaktert nagyon sokan szeretik, és bár nem a legerősebb kés a fiókban, talán az egyik legszórakoztatóbb, így eléggé a szívünkbe zártuk őt. Viszont a színész már döntött. A stúdió vagy az hozta fel, hogy békésen távozik a csapattól, és visszavonul gyakorlatilag a történet szerint is, vagy pedig teljesen kírják abból. Mortály. A másik nagyon plegykáz karakter, aki mondanak, hogy meghal, az mordály Nem hiába. Az előzetes elég aktívan foglalkozott vele, ugyanis az eredetéről rendkívül sokat tudunk majd meg a filmben. Ami eléggé szívszorító lesz majd, szóval a zsepiket tessék vinni a moziba majd. Ami még talán jelezheti, az a film logója. Az első két film logója ugyanis olyan színbe öltözött, aki végül meghalt a filmben. Az elsőben Grúcineit látjuk, aki igen, bár újra újraéred, azért valamilyen szinten meghaltott. A második résznek kék színű a logója, ami Yondu halálára utalt. A harmadik pedig Mordály színeibe öltözött, legalábbis eléggé úgy néz ki. A karakter egyébként tényleg kicsit többet élt meg, mint többi őrző, ha szabad ilyet mondanom, hiszen ő az endgame-ben végig kísérte a bosszúállókat, sőt, még az én vagyok Groot kis valamiben is volt egy kameója. Egy biztos, ha búcsú, akkor könnyes búcsú. Az utolsó karakter, akit én beírtam magamnak az mentis, ő kicsit meglepő lehet, viszont itt lenne az indoklásom. A karakter. Hát, hogy is mondjam, talán nem a legfontosabb karakter. Igen, tudom, tök jó vagy érdekes a képessége, de azért valljuk be, hogy nem sokad zavart eddig. Bár most a karaktere a Holiday special előre ment picit azzal, hogy kiderült, hogy Quill érte súlya rokona, és pont azért lehet majd súlya a halálának. Ennél a lényetnél például szerintem nem Mordai, hanem az ő halálát látjuk. Ez lehet Quillnek most itt a eléggé szomorús pillanata. Persze lehet, hogy csak én magyarázom bele, sőt az összes én magyarázom bele, mivel ez egy előre mégis teória. Szóval ne egy készpénznek, de hát ez a csatorna a teória a nevében is benne van. Most viszont köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a második megszavazott videó, ha jól tudom, hanem nem, akkor is a másik kettő is érkezni fog majd valamikor, a következő az a top 5-ös lesz, utána jön a Marvel Spider-Man. Ha hát csak végre nem kapunk meg egy előzetes, és akkor jöhet egy rendkívüli videó, ami egy elemzést jelent, ugye? Reméljük, hogy most már hamarosan kapunk a Marvel spider man is előzetest vagy valami játékmenetes. Bár az a lényeg, hogy kapjunk új infót, mert már nagyon, egyelőre nagyon keveset tudunk, és fél év is ilyen a dolog. Minden esetre még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna ez a videó. Gikorra helyeket linkbe lehet megtalálni a leírásba. Mindenkit várunk szeretettel, egy 30 perces interaktív előadással várunk titeket, majd egy 5 perces FT-ben jelentő panellel. Szóval mindenkit várunk, remélhetőleg minél többen leszünk. Itt viszont befejezem a videót, szóval köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk a következő videóba. Sziasztok!